Sziasztok, mint a legtöbb lány, természetesen én is ráfügtem az eufóriára, imádom az egész sorozatot, a ruhákat, a sminkeket, mindent igazából, ezért is döntöttem úgy, hogy ma összerakok egy ilyen eufória inspirálta a szettet, és azt tényleg kiemelném, hogy ez csak inspirálta, szóval abszolút nem az volt a célom, hogy egy konkrét lookot lemásoljak, hanem inkább csak valami hasonló szettet, sminket, hajat rakok össze, ami egyébként így abszolút megállna a helyét akár a sorozatban is, szóval ez volt így a mai videó inspirációja. Egyébként stílusilag hozzám egyértelműen medi karakter áll a legközelebb. Rengetegszer hord olyan ruhákat, amiket én is simán felvennék, sokszor csinálnak neki tusvonalat, és hát nyilván én minden nap hordok tusvonalat, szóval ezért is döntöttem az ő karaktere mellett. Írjátok meg kommentben, hogy nektek ki a kedvenc karakteretek, illetve hogy mit gondoltok a második évadról. Bevallom, nekem annyira nem tetszik, vagy legalábbis az első az sokkal erősebb volt szerintem, és ez a mostani túl lighty nekem. Remélem egyébként a későbbiekben be fog indulni, de egyelőre annyira nem vagyok elégedett ezzel a második évaddal, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok róla. Kövessetek be TikTokon, Instán is, és szerintem kezdjük a sminkel. Ahogy látjátok, a sminkem alapját már megcsináltam, igazából nem is akartam videóban megmutatni, mert hogy mindig ugyanúgy csinálom, és már kismilliószor láttátok videókban, de azért gondoltam, mégiscsak bevágok ide egy kis részletet, hogy mégis lássátok, hogy hogyan készült, és a tusvonalamat is megcsináltam már egyébként, de nem a szokásos módon, kicsit vastagabb és hosszabb is lett, mint amit én általában szoktam így a hétköznapokon csinálni. Medi fotóján, ami inspirálta a sminkemet, ott is egyértelműen az látszik, hogy sokkal hosszabban ki van húzva a tusvonal, mint amiket én általában szoktam csinálni, úgyhogy ezért én is így igyekeztem minél hosszabbra húzni ezt a tusvonalat, és egyébként eléggé tetszik, úgyhogy lehet, hogy a későbbiekben is még sokszor fogom így kihúzni a szemem. Ha jól emlékszem, mert is sminkjén volt a tusvonal fölött egy kis csillámlós részlet is, úgyhogy hoztam én is egy csillámos szemhéjpúdert, és megpróbálok valami eszméletlen mennyiségű csillámot varázsolni a szememre. Általában egyébként én soha nem használok szemhéjfestéket, mert mindig el vagyok igazából ezzel az egyszerű tusvonalas dologgal, de egyetlen egy szemhéjpalettám van még egyébként így a régmúltból, abban van egy tök jó csillámos mink, és azt használom igazából a szememre. Elég jó lett a végeredmény, bár szerintem lehet, hogy semmit nem láttok belőle, minden esetre csillogok, és mivel az ujjammal vittem fel, ezért azért nem voltam annyira precíz, úgyhogy a tusvonalon még egyszer átmegyek, hogy még intenzívebb legyen ott is. A következő lépés az a szempilla spirál, egy Maybelline spirált használok egyébként hozzá, egy sima feketét. Nagyon szeretem egyébként ezeket a spirálokat, és évek óta csak Maybelline spirált használok, úgyhogy ezzel meg fogom csinálni felül és alul is a szememet. A következő fontos lépés az a highlighter, igazából minél jobban csillogok, annál jobb. És végül, ami tökéletessé teszi a végeredményt, az a rúzs természetesen, mert én egy barna rúst láttam, úgyhogy én is egy barna rúst választottam a MAC-től. El is készültem a sminkkel, a következő lépés pedig a haj, és itt igazából egyáltalán nem volt nehéz dolgom, ugyanis az egyik epizódban annyira tetszett a haj, hogy konkrétan beleszerelmesedtem, és azt akarom újra kreálni, úgyhogy igazából ezt fogom most megcsinálni, sima egyszerű cofos hajról van szó, ami be van göndörítve, és elő pedig van két tincs, ami szintén be van göndörítve, úgyhogy ez annyira szintén nem állt távol tőlem, néha szoktam így hordani a hajamat, viszont már elég régen volt így, úgyhogy nagyon várom már, hogy elkészítsem. El is készültem a hajjal, felöltöztem, és egy kicsit mesélek akkor a ruháról is. A felső az az, ami szerintem egyértelműen eufóriás és medis, ami a karakteréhez tök jól passzol, úgyhogy ezt tökéletesen el tudnám akár hozzá is képzelni. Elég sokszor láttam őt trapéznadrágban is, úgyhogy én is végül egy trapéznadrágot választottam, feketét, hogy színben tökéletesen passzoljon a felsőhöz és hozzám is, illetve medi karakteréhez is, úgyhogy ebből áll össze a szettem, illetve még felvettem egy napszemüveget is, ami igazából csak jól néz ki, de szerintem medihez is tökéletesen passzol. Nos, ennyi is lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett. Ez lett a végleges szettén, kb. Ilyesmi karaktert, ruhákat tudnék elképzelni magamnak, hogyha esetleg én az eufóriában játszanék, akkor valahogy így néznék ki. Kövessetek be TikTokon, kövessetek be Instán, és jövő héten találkozunk egy újabb videóban. Sziasztok!